Tehát a Budapesti és Pest megyei kötélugró diákolimpia zajlik most, amely egyúttal egy országos válogató az idei világbajnokságra. Ez lényegében két külön verseny, de mégis egyként bonyolítjuk le. Lényegében az ország legjobb ugrókötelezőit láthatjuk a válogatósok között, illetve Budapest és Pest megye legjobb általános és középiskolás tanulóit, akik a budapesti diákolimpiai bajnoki címért küzdenek, és az országos döntővel történő további jutásért. Én egy nagyon jó sportágnak tartom, állóképességet, ügyességet, odafigyelést, koncentrációt nagyon fejleszti, és hát nem utolsó sorban ugye az eredményeink is bizonyítják, hogy szép lassan, de haladunk előre afelé, hogy egyre több és egyre jobb versenyzőink legyenek. A testnevelés órákon nagyon sokan használják az ugrókötelet, nagyon sokféle módon, de hát nem csak a testnevelés órákon, tudjuk, hogy más sportágak is kiegészítő sportágként művelik a kötélugrást. Lényegében mi azért ennek egy kicsit speciálisabb változatát űzzük, hiszen nem csak az állóképesség fejlesztésére, hanem a különböző trükkök megtanulására és bemutatására is figyelmet fordítunk, hiszen ez a kötélugrásnak, mint sportágnak a lényege. Kötélugrásban alapvetően két versenyszámunk van, a gyorsasági és a szabadon választott gyakorlat. Természetesen ezeken belül is vannak különböző változatok. Gyorsasági versenyszámban egy félperces, három perces a legelterjedtebb versenyszám, illetve a szabadon választott gyakorlat egy nagyságrendileg egyperces gyakorlat, amely hát látványos akrobatikus elemekkel teletűzdelt gyakorlatot jelent, amelyet zenére hajtunk végre. Szentendrére jöttünk, és azért választottuk a kötélugrást, mert nagyon más sport nem tetszik nekünk. Egyénibe is, meg közösbe is. Szeretünk érmeket szerezni. Hát én már régóta, de azért két év. Én 7,5 éve. Nagyon tetszett ez a sport, és láttuk a tévében, hogy milyen sikereket értek el mások. Én elsőben láttam, hogy csinálják a nagyobbak, és kedvet kaptam rá, és úgy csináltam tovább. Az országosra kijutni, és ott valamit elérni. Én is ugyanúgy, mint a Vivi, csak hogy én is sikereket szeretnék elérni, mint a 15 év felettiek, akik most vannak. Élvezem a közönséget, ahogy szurkolnak nekem, meg hogy együtt vagyunk így csapattal. Hát, hogy mindenkinek más, és hogy mindenkinek más gyakorlat, más koreográfia, más zene, és így különlegesek, hogy mindenkinek a saját egyenisége jelenik meg benne. A tévékben, meg számítógépen láttam ezeket, és meg feljött bennem az a kérdés, hogy miért ez a sport nekem is jól állna, bár több sportot is kipróbáltam, de ezt tetszett meg a legjobban, és 2 évet csinálom. Remélem, hogy a országosba is bekerülök.